Szavaztó gyerekék, elindult a felvétül. Na nézzük akkor, 5K 60 FPS, még ezzel csinálok egy teszt videót kint, kerti vlog, reméljük, hogy akkor így nem lesz ilyen torz, meg ilyen halszem, ahogy írtak, 1-2, akkor mutatom is a videót így. Hát szerintem így már jónak kéne lenni. Így már szerintem igen. Szokásos helyen, jó kis kerti vlog. Ja, hú, de úgy tényleg jól írta valaki, hogy a 5K meg a 4K nagyon eszi a kamerát. Meg állítólag azt olvastam, mármint a videót néztem róla, és akkor mondta valaki a videóban, hogy ő az előlapi kameráját nem használja, mert az is nagyon eszi a aksit. Ja, hát, de hát ugye én meg az a baj, szeretem használni az előlapit. Végre olyan GoPro, aminek tényleg úgymond van használja már. Meg amit akartam mondani, hát nemrég cigiztem, az a baj már megint, hogy mit akartam. Úgy néz ki, most már gépen egész gyorsan tölti föl. Na, mindig ilyenkor vannak kint a gyerekek a szomszédban, amikor videózok. Tegnap is ilyen, ugye 6 óra fele voltam kint, az... Ja, tik bohe. Na mindegy, úgyhogy... Mit akartam ezzel? Hogy most már úgy néz ki, gyorsabban tölti, szerintem már lehet, hogy amiatt, hogy ahogy írta valaki, hogy dóláló 100%-a kell feltölteni, és akkor majd jó lesz. Gondolom lehet olyan, mint egy régi telefon, hogy be kell neki állnia. Mert ugye a régi telefonok azt hiszem olyanok voltak, hogy nóláról le kellett teljesen belíteni, és akkor utána 100-ra, és akkor ja. Meg nem is tudom, hogy volt még valami, volt egy olyan is, hogy nem tudom, valami volt még ezzel kapcsolatos, de már elfelejtettem, olyan lég volt ez a íze is. Tök fajintos. Ahogy kicsit van egy kis hátrány ezzel, hogy be van ilyen szigetelő szalag, szóval ugye, amit mondtam, be van ízeiben itt az oldalt, az aksi, hogy ki ne essen. Hát amúgy nem esik ki, nem az, csak úgy néha, amikor olyan, akkor kimozdul, azt kikapcsol, úgymond a kamera. Most akkor mindig kicsit így mozgatnom kell, hogy visszaálljon. Ez egy kicsit izé, mondta is fotel, hogy hát igen, ez nem lesz így jó, pedig mondja is, hogy miért nem tanulom meg, hogy izé, hogy kinyitni azt a izét, hát neki már megy, mert minden, hát jó, de mondtam is neki, hogy ebben legalább ezt bevallom, mondtam is, hogy én ebben ügyetlen vagyok, mert nem, ez tényleg annyira, miért csináltál meg ilyen nehezen, hogy ilyen nehezen kinyitni? Miért nem lehetett úgy, mint a régi, például a régi GoPro-nak a aksiját kivenni olyan könnyű, egyszerű könnyű kivenni, nem kell tényleg. Ezt minek csinálták úgy, hogy hát mondom, amikor néztem egy videót az aksiról, hogy kell kivenni itt az oldalát, ugye szétnyitni, és néztem ilyen YouTube-on videót, hát a csávó is látszott rajta, mondom, hogy olyan, ő is nehezen izét nyitotta ki, feszítette a kezét, hogy látszódott rajta, hogy ő is igen. Vagy fogok csinálni amúgy Full HD 60 FPS-t is. Meg amit néztem ilyen videót a GoPro-ról, erről a 10-ről, hogy bemutatta, és akkor mondta az egyik ilyen magyar csávó volt, hogy ő például 4K 30fps-ben szokta csinálni, meg 60fps-ben a videókat. Ja, csak gondoltam még ezt így elmondom. Volt egy olyan komment, hogy miért nem csinálok olyan videókat, ami hogy lehetne tartalmasan meg minden. Meg hogy jaj, látszik, hogy nem is nagyon örülsz neki, hogy van ilyen kamerád. Hát, ahogy itt jött egy olyan komment, de hát igazából most mi felnőtt ember vagyok, úgymond, attól függetlenül, hogy nem dolgozok, de felnőtt ember vagyok. Most
táncoljak, meg is éljek, mint egy gyerek. Hogy juhú! Értitek azért. Jó, tényleg üdülök neki, csak mondtam már, hogy nem akarok mindig sajnáltatni magam, meg panaszkodni, de hát amilyen, tudjátok, milyen a, úgymond a lelkem, hogy érzem magam. És hiába megnyerném a 100 milliárdos lottót, most mondtam valamennyi számot, hogy meg tudom gyújtani, annyira fúj a szél. Hiába megnyerném akármennyi lottót, akkor se lennék úgymond soká olyan boldog, vagy nem is látszódna, mint másoknál. Úgyhogy, ja, hát, majd még megnézem, ha ez jó lesz, akkor így fogom hagyni ennél a bálításnál. Remélem, akkor ez a lencse bálítás, ez már jó. Most már legalább tudom, hogy hol kell ezt bálítani, ezt a látószöget. Ahogy kicsit annyi, hogy kár, hogy nem magyar a felülete, hanem csak angol, de hát amíg az a jó, hogy azért pár dolgokat értek angolul. Azért ennyiből csak meg van hatása a sok játékoknak, meg a gépezésnek. De azért szerintem így, hogy tartom a telefont, így nem mozdul el az aksi, legalábbis eddig így jó. De hát gondolom attól nem lesz baj, ha néha kimozdul az aksihoz, gondolom nem tesznek, vagy na értitek, hogy nem megy tönkre miatt az én, hogy most néha elmozdul, az kikapcsol a gépet. Vagy hát végülis ez is gép, mint a számítógép. Hát úgy, mint ugye amikor ARM szület van, ugye a gép is ugye kikapcsol, de azért van benne olyan jó fajta táp is, ami nekem is van ugye. Mondta is bátyám is, hogy az tényleg jó táp, akárhely szó áramszünet van, az jó táp. Az is a cserétükre, mert ez tényleg az olyan jó táp van a gépemben, hogy az, ja. És akkor visszatérve a kommentre, hogy ja, csinálhatnék jobb tartalmakat, hogy jobban pofázhatnék, úgymond, tátoghatnék. Hát, de ahogy mondtam, én nem tudok, mármint nem azt, hogy nem tudok, valahogy nincs kedvem megerőltetni ezt az egészet, hogy most jobban témázgassak, mint egy normális videós, meg ahogy írta akkor másik kommentelő, hogy már akkor nem is lennék olyan videós, olyan lennék, mint egy normál videós, hogy akkor mindig keresgetnék témákat, meg minden. Wow, milyen kicsibe vagyok már. De amúgy, mintha nem is mutatta volna az 5K60fps-es, mert már rámentem a minőségre, ugye gépen is, telefonon is, és nem mutatta, csak hogy 2100, valami 2100 és 60fps-es. Nem tudom, az 5K-nak pontosan mennyi a valami 3000, vagy nem tudom, mennyinek kéne lenni. Nem mutatta, csak ugyanúgy azt a 2100, ami 4K60fps-ben volt. Érdekes, akkor lehet, hogy tényleg nem tudja az 5K60fps-t. De hát pedig rámentem, és ott van, nem olyan, hogy nem engedi. Na mindegy. Úgyhogy azért mondom, hogy még a Lóném is írta, hogy hát tényleg van különbség a GoPro-nak, meg a telefonnak. Úgyhogy akkor gondolom elégedett voltál te is vele, Lóném. Amúgy tényleg nagyon szépen köszönöm, akik írtak, hogy használd egészséggel. Voltak, akik páran írták, de voltak, akik ugye nem sokan, mert úgymond csak mondták maguknak, hogy minden két GoPro, meg így, meg úgy. Na mindegy, hát. Helkóres is írta, hogy hát igen, ez ennél jobb minőség, ez csak a GoPro tudja. Néztem ilyen bemutató videónak ugye a GoPro 10-nek ilyen éjszakai felvételeit. Hát mondta is a csávó, hogy hát igen, éjszaka sajnos a GoPro nem annyira a legjobb minőségbe csinálja, inkább nappal, úgymond. Hát az a baj, éjszaka meg nem tudok csinálni videót, mert én már éjszaka ugye este alszok. De hát mindegy. Legalábbis. Hát igen, általában ugye már 9 óra fele mindig alszok.
na már 10 percre vagy a videó. Hogy is mondta valaki az egyesülás, hogy ja, 25-30 percnél kapcsol ki állítólag is túl melegszik a GoPro. 20-25 percnél, vagy 25-30, nem. Hát még addig nem jutottam el, amúgy már még csak ilyen teszt videókat csinálok, az a baj. Majd amikor jönnek a rendes videók, a rendes vlogok, nem teszt videók, hanem rendes vlogok, amikor nyugodtan tudok csinálni videókat, akkor majd, ja, leteszteljük ezt a kikapcsolja tényleg, vagy nem. Úgyhogy, ja. Hát, nem tudom, miről beszéljek, igen. Tegnap is amennyi videókat csináltam, 6 videót megnéztem, 6 videót csináltam, tettem fel, már. Hú, nem unatkoztam, az biztos. Na még egyszer mutatom a tájat, csak óvatosan, nehogy megmozduljon a aksi, nehogy megmozduljon. Jaj, valamit mindig megnyomok itt. Na, remélem tényleg így már jó lesz, nem kéne. Fú, de nagyon leviszi, 11 perc, 100%-a voltak gyerekik, és 74%-a vagyok. Tényleg nagyon leviszi az, még az 5K is. Ha elvileg tényleg 5K-ba megy. Úristen, de ennyire, hát nem tudom, akkor a 4K-ba vagy meg tudnék csinálni egyáltalán 30-40 perces vlogokat? Hát, úgy, hogyha 100%-on vagyok. Nem hinném, szerintem. Hát, ha így leviszi. Jó, írta valaki, hogy érdemes powerbankot rátenni, és akkor esetleg úgy videózni közben. Ja, de hát, most ott hol? Most azért. Meg ugye jó, azt is írtátok, hogy nem érdemes lenne egy-két akkumulátort is venni külön, egy-kettőt. De hát mondta a fater is, hogy most azért már mindent ne vegyél már, mármint hogy vegyem már mindent bele, úgymond elsőségesen, úgyis otthon vagy, nem olyan, hogy most minden nap videózol, vagy ha videózol is, de most már ugye, ahogy mondtam, úgy néz ki, hogy feltölti kb. Egy óra alatt, vagy másfél óra alatt. Ja, úgyhogy na jó, majd mondom, majd holnap csinálok Full HD 60 FPS-be is. Majd arról is csinálok egy teszt videót. És akkor olyan. De hogyha érzem, gondolom biztos érzem, hogyha túl melegszik is, ha igaz a dolog, aki írta azt. Hogyha sokan balaszkodnak, ugye. Pedig amúgy tényleg jó tartani ezt a kis GoPro-t. Jobb, mint a telefon. No. Na, még jó, hogy itt van a hamu. Látjátok? Pup-pup. Nem a földre dobom, mint múltkor írta valaki a kocsiulokba, hogy jaj, máskor ne dobd el, hete. Jobban mondom, nem dobd el a földre. Hát. De hát még mások is ugye eldobják, igaz, akkor nem, attól még nem kell másikat utánozni. Na jó van, akkor töltem is föl, és akkor kíváncsi leszek a véleményetekre, hogy így jó lesz-e látószög, vagy még valamit ne iszek-e. De remélem, hogy jó így. Úgyhogy, ja. Más nem állítottam be semmilyen színeket, semmilyen, mert ugye amikor nem mondom, néztem ilyen videót, hogy mondta a csávó, hogy ajánlja, hogy bárítsunk ilyen színeket, ugye, meg ilyen valami, nem is tudom még milyen beállításokat mondott, hogy ezeket azt ajánlja, hogy ezeket állítsuk be, aki azt akarja, hogy nem a GoPro-nak a minősége legyen, hanem saját beállítás, hogy mondta, állítólag be lehet állítani jobbra a színeket, vagy miket mondott, meg valami fehér zaj, meg nem tudom már miket. Mondom, ha beírjátok, hogy valami legjobb GoPro beállítások, azt hiszem ez volt a címe, azt a videót néztem, és akkor onnan láttam ezt a látószöget is, beállítást. Ha már valaki esetleg érdekli ez, nyilván. Úgyhogy, no, jók legyetek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett ez a jó kis pofázós videó, akkor köszönöm szépen a lájkot,
is. Megyek is, mert töltöm föl. No. Avidebux-szal. Már biztos csinált 3 videót. Ja, már 3-ba. Eddig úgy vettem észre, hogy 2-szer csinálta, ha 10-11 perces videót csináltam, mint Burko is már, addig csak 2 fájba csinálta. Úgyhogy ja. Jó, jó van, megyek gyerekik. Sziasztok!